55 helyszínen ellenőriztek, a 24 órás speed maraton helyszíneit állampolgári javaslatok alapján választotta ki a rendőrség, melyek közül többre a javaslattevőket is meghívták. Tourist Police, rendőrök és polgárőrök vigyáznak augusztus végéig Sóstón a pihenni érkezők biztonságára. Májusi hangverseny. A zene volt a főszerepben szombaton Újfehértón, ahol kórusok, szólisták és hangszeres előadók mutatták meg tehetségüket. Megyeszerte 55 helyszínen mérték az autók sebességét a Speed Maraton elnevezésű közlekedésbiztonsági ellenőrző napon. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A 24 órás sebességellenőrzés helyszíneit állampolgári javaslatok alapján választotta ki a rendőrség, melyek közül többre a javaslattevőket is meghívták. Az ellenőrző nap célja, hogy felhívják a figyelmet a gyorshajtás miatt bekövetkező balesetekre. Ez az autós nem számíthat büntetésre. Jól látszik a Trafipax képernyőjén, hogy még az 50-et sem éri el a sebessége. A megyében kijelölt ellenőrzési pontokat viszont a lakossági bejelentések mellett az alapján választották ki, ahol jellemzően sok a gyorshajtó és balesetveszélyes az adott útszakasz. Az ellenőrzések egészen kedreggelig tartanak majd. A mai nap a Speed Maratonról szól, tehát 24 órás sebességmérés reggel 6 órától, holnap reggel 6 óráig 24 órában mérjük a sebesség túllépőket a megye illetékességi területén. 55 helyszínen dolgoznak kollégáim, lakott területen kívül és lakott területen belül is mérik a gyorshajtókat. Tulajdonképpen a mai nap arról szól, hogy felhívjuk a figyelmet a gyorshajtásnak a veszélyére, hiszen a baleseteknek több mint 30%-a a sebesség túllépés miatt, sebesség helytelen megválasztása miatt történik. Éppen ezért a méréseknek a nagy része lakott területen belül történik, hiszen a baleseteknek is több mint 60%-a lakott területen belül történik, több mint 65%-a, ugye a maradék a 35% lakott területen kívül. Éppen ezért több helyszín van lakott területen belül, mint lakott területen kívül. A megye 8 rendőrkapitányságára számtalan javaslat érkezett azokról a helyszínekről, ahol a lakosság úgy értékelte, hogy érdemes lenne sebességméréssel felhívni a figyelmet a balesetveszélyes közlekedésre. Monori Károly például Rakamazról Nyíregyházára járva azt tapasztalta, hogy a városba érve sem lassítanak az autósok. A 38-as úton úgy tapasztaltam, hogy sokan, mint hogyha autópályán mennének, 120-szal mennek, és egyébként a korlátozó táblákat sem vették figyelembe, és ezért gondoltam, hogy itt kéne mérni egy kicsit. A rendőrség a sebesség túllépés mellett kiemelt figyelmet fordít az elsőbségadás, valamint a kanyarodás szabályainak betartására is. Továbbá ellenőrzik a passzív biztonsági berendezések, például a biztonsági öv használatát, valamint a vezetés közben mobilozókat is. Rendőrök és polgárőrök vigyáznak mától Sóstón a pihenni érkezők biztonságára. Számukra a fürdőhely központjában egy külön faházat alakítottak ki, amiben a Tourist Police is szolgálatot teljesít majd. A rendőrök és polgárőrök fokozott jelenléte időszakos a turista szezonban. A faházban augusztus végéig nyújtanak segítséget a turistáknak. Ebben a faházban teljesítenek szolgálatot Sóstón, mától egészen augusztus végéig a rendőrség munkatársai, a polgárőrök és a Nyíregyházi Rendőrkapitányság szervezésében induló középiskolás diákok a Tourist Police program keretein belül. Bordás Béla az ünnepélyes megnyitón elmondta, a Tourist Police elsődleges szempontja a közbiztonság fenntartása, illetve a gyors segítségnyújtás. Nagyon fontos, hogy aki ellátogat üdülni, pihenni, kikapcsolódni, akár pár óra is lássa, és tapasztalja azt, hogy amikor belép egy Sóstó gyógyfürdő belterületére, igen, ott balról van egy faház, amint felirat, policej, polgárőrség. Tehát ez mindenki számára azt lehet mondani, nagyobb biztonságot ad. És tudjuk azt, hogy Sóstónak hatalmas nagy az idegen forgalmi látogatottsága, nem csak május 1-én, vagy húsvétkor, vagy pünköskor, hanem egész évben, pontosabban nyári idényben, és célunk az, hogy ez augusztus 31-ig itt legyen ez a faház. Az idegen forgalmi szezonban a rendőrök mellett önkéntes közösségi szolgálatokat teljesítő középiskolás diákok segítik információval az ide látogatókat. Ezt már Illés László mondta. A Nyíregyházi Rendőrkapitánysággal ezredese hozzátette. A Tourist Police szolgálat elsősorban a belvárosban és Sóstófürdőn találkozhatnak a turisták. Évek óta visszatérő közös szolgálatunk ez a megyei középiskolás diákokkal, ami azt jelenti, hogy
már harmadik, negyedik éve a közösségi munkát nálunk teljesítő fiatalok a rendőrség berkein belül bűnmegelőzési szakemberekkel közreműködve szórólapoztásban, illetőleg a itt lévő turistáknak nyelvhasználattal természetesen segítségadásban, tanácsadásban segítkeznek. Egyenruhában, egyenpólóban jelennek meg természetesen a strandokon, a Vadaspark területén és itt a Sóstón, és így nyilvánvalóan az itt lakók és az itt nyaralók tudnak segítségért fordulni hozzájuk. A Turiszpolisz szolgálatra érettségi előtt álló fiatalok jelentkezhetnek. Tavaly még Erdélyből is érkeztek diákok, hogy részt vegyenek a programban. Nyelvtudásukkal pedig segítsék a Nyíregyházára látogatókat. A zene volt a főszerepben szombaton Újfehértón, ahol kórusok, szólisták és hangszeres előadók mutatták meg tehetségüket. 54. alkalommal tartottak májusi hangversenyt a város zeneiskolájában. Az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc tagintézményében az 1950-es évektől tanítják emelt óraszámban az éneket, emellett különböző hangszereken is tanulhatnak a gyerekek. Az intézmény kórusai számos elismerő díjat szereztek az országos versenyeken, de megmutatták már tehetségüket a határon túl is. Hastinger, Schubert, Beethoven, Steiner, Górecki, változatos dallamok. Hol könnyed, hol emelkedett hangulatú darabokat adtak elő hangszeren, és énekeltek a diákok az újfehértói Erkel Ferenc Általános Iskolában. Ez Újfehértó zeneiskolája, ahol egy tagozaton emelt óraszámban tanulnak a gyerekek zenét, már első osztálytól kezdve. Első osztályban még csak az énekórai munka van, második, harmadik, negyedik osztálytól kezdve az énekkarba is bekapcsolódnak ezek a gyerekek, és a nagyok, a harmadikosok, negyedikesek nagyon nagy örömmel segítik ezeket a kis másodikosokat. Mindig egy másodikos mellé odaültetünk egy harmadikost vagy egy negyedikest, aki segít a kotta olvasásban, illetve a daloknak a megtanulásában is. Nagyon sok beéneklő gyakorlatot végzünk azért, hogy a hangképzés az minél szebb legyen, minél csillogóbb a hangszínük, így kerülnek el végül is negyedikig, amikor meg már aztán a legszebb hangszínüket tudják bemutatni. A kiskórus tagjai alsó tagozatos diákok. Bár versenyek és fellépések idején hetente többször próbálnak, többségük nem teherként gondol a kihívásokra. Nekünk a zenetagozaton egy héten, majdnem minden nap van próbánk, viszont énekari próbánk kedden és szerdán van. Ezeket a próbákat nagyon szoktuk élvezni, és nagyon jók szoktak lenni, mert tanárnéni nagyon át tudja adni, és élvezzük a próbákat. Több mint 150 gyerek énekel az intézmény kórusaiban, sokan a középiskolában is szeretnének majd zenével foglalkozni. A nyolcadikos diákok ez alkalommal énekeltek utoljára a hagyományosan megtartott májusi hangversenyen. Természetesen énekkel búcsúztak kórusoktól. A nagykórusban 11 éves koruktól énekelnek a diákok. A karvezető szerint felső tagozatban a megfeszített munka sikerének egyetlen kulcsa van, a motiváció. A kamaszodó fiatalokkal együtt dolgozni, ez az egyik legnagyobb nehézsége a felső tagozaton. Természetesen az egyik probléma az, hogy a fiúk mutálnak, ezeket a fiúkat is túl kell lendíteni, és meg kell tartani a kórus számára. Én második éve dolgozok ebben az iskolában, jelenleg 15-16 fiúnk van, aki mutál, és jövőre gondolunk abban is, hogy egy vegyes kórus fogunk alapítani, tehát nem zárjuk őket a kórusba, ma is egy kicsit suttogtak is, kicsit énekeltek is, szóloztak is, és ezt a továbbiakban is fogom fejleszteni. A tanév folyamán az osztályok népdaléneklési versenyeken is részt vesznek. Prekopcsák Janka az oktatási hivatal által szervezett megmérettetésen aranyfokozatot ért el, és bejutott a Vas Lajos éneklési verseny országos középdöntőjébe. Ez már kiskoromban megmutatkozott, hogy szeretem az éneket. Dédnagymamám hangját örököltem, és a nagymamámit, és ezt hamar felfedezték. Hamar tanultam dalokat, és mindig addig nyaggattam mamámat, amíg meg nem tanított nekem valamit. Mostanában otthon szoktam énekelni, és nagyon nagy szeretettel tanulom meg a népdalokat, mindenfélét, mindenhonnan, minden tájegységből, és
Általában akkor éneklem, mikor szomorú vagyok, és akkor, mikor nagyon vidám. És ez annyira jellemez a népdal, hogy egyszerűen az osztálytársaim már tudják, hogy ez a lételemem, ez a népdal. A szakmai eredmények mellett új beruházások is gazdagítják az Erkel iskolát. A belső nyílászáró cserék után hamarosan elkezdődik az intézmény energetikai felújítása 305 millió forintból. Nyíregyháza újra telepítésének 265. évfordulója alkalmából két napos városnapot rendeznek a Kossuth téren. Az első nap, május 18-a főként a protokolláris programokat tartalmazza, 19-én szombaton pedig a szelektív szombattal egybekötött eseményeken vehetnek részt az érdeklődők. A hétvégét Kassa Tibi koncertje zárja majd. Idén május 18-án pénteken egy protokolláris eseménysorozattal veszi kezdetét a Városnap Nyíregyházán. 9 órakor emléklapokat adnak át annak a 11 értékgondnoknak, akik a 2017 május óta a nyíregyházi települési értéktárba felvett nemzeti értékeket képviselik. 10 órakor kezdődik a rímekbe faragott értékek című verspályázat eredményhirdetése, majd délután 2-kor egy ünnepi közgyűlést tartanak a Városháza dísztermében. A kulcs eseménye az lesz, hogy Dr. Kovács Ferenc polgármester úr, Bieszkó Biala, egy sziléziai lengyel város képviselőivel egy szándéknyilatkozatot fog aláírni partnervárosi egyezmény megkötésére, amely majd júniusban az ottani városnapon fog realizálódni. Ott írja le majd hivatalosan polgármester úr magát a nagy dokumentumot. 3 órától koszorúzás a városalapítók szobránál, majd pedig térzene várja az érdeklődőket. Ugye 265 éves Nyíregyháza újra telepítése, ezt szerettük volna nem csak protokolláris keretek között méltó megünnepelni. Ezért bekapcsolódik a programsorozatba a szelektív szombat is, amelyet idén 10. alkalommal rendeznek meg. A családi vetélkedők fókuszában ezúttal is a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése áll. A feladatok teljesítése után a gyerekek pólót kapnak, de díjazzák a legjobban teljesítő családokat is üdülési utalvánnyal, laptoppal, valamint kerékpár utalvánnyal. A vetélkedők azok az előző évhez hasonlóan megszervezésre kerülnek, 11 ponton fogjuk majd a lakosság tudását felmérni. A tavaly évben bevezetett szelektálkosos játék egyik kiemelkedő lehetőség lesz arra, hogy bemutassák a szelektív hulladékgyűjtésben elsajátított tudásukat. Tesszük ezt annak érdekében is, hogy a családok a legkisebb kortól egészen a legidősebbekig mindenki elsajátítsa a helyes gyakorlatot, miként kell szelektíven gyűjteni, annak érdekében, hogy lecsökkentsük a kommunális hulladék mennyiségét. A 2016-os hagyományokat folytatva idén is a Sipkai Barna szakközépiskola tanulói készítik el a város tortáját, amit szombaton meg is kóstolhatnak az érdeklődők a Kossuth téren. Több mint egy hónapig tartott, mire kialakult a térpákság életéhez kapcsolódó ízvilág végleges összeállítása. 25 cukrász tanuló részvételével készül majd el az 1000 szeletes, tejszínes meggyes prósza torta. A torta készítéséhez felhasználunk 1500 tojást, felhasználunk 30 kg lisztet, aminek a fele az búzaliszt, a fele kukoricaliszt, körülbelül 25 kilónyi megylekvát, olyan 15 kilónyi megybefűttet, ezen kívül egy kis csipetnyi fahéj, kakaópor, csokoládé és a felületére a roppanós kukoricapehely. A városnapi programsorozatot Opitz Barbi, Korda György és Balázs Klári, valamint Kassa Tibi koncertje zárja majd a Kossuth téren. Vereséget szenvedett, így még nem ünnepelheti a feljutást a kisvárdai futballcsapat. Kondás Elemér együttese az MB235. Fordulójának mérkőzésén 3-1-re kapott ki a Kazincbarcikától. A várdaiaknak egy pontra van szükségük ahhoz, hogy matematikailag is bebiztosítsák az osztályváltást. Szép számú kisvárdai szurkoló kísérte el a csapatot a Kazincbarcika otthonának számító Putnokra, abban a reményben, hogy ünnepelhet a mérkőzés után. A 17. percben hátrányba kerültek a vendégek, Boros szerzett vezetést a kiesés elől menekülő Barcikának. 4 perc múlva jött az egyenlítés, Olág Ergő közelről talált a kapuba. A 69. percben ismét előnyhöz jutott a házigazda, Boros ezúttal fejjel volt eredményes. A hátralévő időben a várdaiak mentek előre az egyenlítésért, de gólt nem sikerült szerezniük, sőt a 91. percben Mikló harmadszor is bevette zöldesi kapuját, bebiztosítva ezzel csapat a győzelmét. Jó,
kezdődött a mérkőzés, nekünk volt helyzetünk, aztán utána egy megpattanó lövésből sajnos gólt kaptunk, ezt elég hamar ki tudtuk egyenlíteni. A másik fél időben igazából nem nagyon forogtak veszélybe a kapuk, aztán egy eladott labdából, egy óriási védelmi hibából sajnos kaptunk egy második gólt, és utána viszont már mentünk az egyenlítésért, de ott nem sikerült kiegyenlítenünk, és a végén kaptunk egy harmadikat, egy szabadrúgás után, akkor már a mérkőzés vége felé jártunk. De nem is ez bosszant, hanem az, hogy néhány játékos akarati tényezőket nem tudott úgy mozgósítani, ahogy kellett volna, és sajnos akaratban az ellenfelünk jó néhány játékosunk felé nőtt. A szakember elmondta, nem könnyű játszani egy élethalálharcot vívó csapat ellen, de az említett akarati hiányosságok mellett nem megy el szó nélkül. Nyilván ezeket rendezzük, tehát az lesz a feladatunk, hogy már holnap ezeket lerendezzük, ezeket a dolgokat, és nyilván akik nem úgy állnak a futballhoz, akkor esetleg szankcionáljuk is őket, de mindenképpen a hétvégi mérkőzést meg kell járnunk, úgyhogy egy hazai találkozót ezt be kell húznunk. A 35. forduló további eredményei a következők: Gyirmót Szolnok 1-1, Budafokvác 0-2, Budaörs Békés Csaba 1-1, Nyíregyháza Spartakusz Cegléd 0-2, Dorog Csákvár 2-1, Soroksási Jófok 1-1, Rosics Akadémia Zalaegerszeg 2-0, Sopron Mosonmagyaróvár 1-4 és MTK Budapest Győr 3-1. A tabella élén az MTK áll 82 ponttal, megelőzve a 68 pontos Kisvárdát és az 59 pontos Békés Csabát. A Kisvárdának vasárnap a Grosics Akadémia ellen egy pontra van szüksége ahhoz, hogy feljusson az NB1-be. A fináléig jutott, ott azonban vereséget szenvedett a Zsíros Akadémia Kőbánya együttesétől a Nyíregyházi Sportcentrum kadett fiú kosárlabda csapata. A B-döntő záró összecsapásán a fővárosiak 82-68-ra győztek a Schreiber József által irányított házigazda ellen, amely így a 10. helyen fejezte be a szezont. A junior A-döntőt követően a kadettek B-döntőjének is Nyíregyháza adott otthont. A szolnoki A-döntőről épp csak lemaradó házigazda a torna első meccsén 79-64-re legyőzte a körmendet, amivel bejutott a legjobb négy közé. A következő mérkőzésen a Baja ellen 58-48-ra nyert a Schreiber József által irányított együttes. A fináléban a Zsíros Akadémia Kőbánya 82-68-ra jobbnak bizonyult a hazaiaknál, akik így a második helyen végeztek, ami az összesített 10. helyet jelenti. Az A-döntőt az Albafehérvár nyerte a Vasas Akadémia és a Szombathely előtt. Csapatunk, a Nyíregyházi Sportcentrum U16-os csapata úgy gondolom, hogy az elvárásoknak megfelelően szerepelt, hiszen majdnem bejutottak az A-döntőbe, de az A-döntőből kimaradva itt a B-döntőben tudtak játszani egy olyan mérkőzés sorozatot, amivel szerintem bebizonyították, hogy nekik valahol ott van a helyük az A-döntő végén, B-döntő elején. Ennek megfelelően döntő mérkőzés is tudtak játszani vasárnap, amit néhány ponttal elveszítettek, de úgy gondolom, hogy ez volt a reális eredmény, és ez volt a várakozásnak megfelelő eredmény is. Sitko Ernő elmondta, hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségétől megkapták az akadémiai rangot, ami lehetőséget és egyben felelősséget is jelent számukra. Mi annak örülnénk, hogyha egy központot tudnánk kialakítani, és végre elindul egy olyan folyamat, amikor érkeznek hozzánk játékosok. Ehhez kellene az, hogy az egyetemünk is erős legyen, és minél többen tudjanak itt maradni az érettségi után Nyíregyházán. Ezen majd dolgoznunk kell, de nekünk a sport területén kell megtenni azt, hogy vonzóvá váljon Nyíregyháza, és úgy gondolom, hogy meg is teszünk ezért mindent. Az egyik nagyon nagy eredményünk például Berettyóújfalun nőtt föl egy fiatal játékos, aki hozzánk jön majd középiskolába, ő 15 évesen, illetve most töltötte a 14-et, 202 centi magas és 214-re várják őt. Meg kell próbálnunk egy ilyen régiós központtá fejlődnünk, és idehozni azokat a fiatal tehetségeket, akikből kosárlabdázók lehetnek. Természetesen nem elfelejtve a helyi Nyíregyházán született játékosokat sem, hiszen nem lehet, hogy ők kevesebbet kapjanak, mint bárki, aki máshonnan érkezik. De a lényeg, hogy el kell kezdenünk dolgozni, és el kell kezdenünk megtalálni azokat a játékosokat, akikből húzó játékosok lehetnek a felnőtt bajnokságban is. A felnőtt csapat közben a nagykörös elleni párharcra készül, négy játékosát nélkülözve, ők ugyanis az egyetemi bajnokság döntőjében szerepelnek a Nyíregyházi Egyetem színeiben. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
Megyeszerte 55 helyszínen mérték az autók sebességét a Speed Marathon elnevezésű közlekedésbiztonsági ellenőrző napon. A 24 órás sebesség ellenőrzés helyszíneit állampolgári javaslatok alapján választotta ki a rendőrség, melyek közül többre a javaslattevőket is meghívták. Az ellenőrző nap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyorshajtás miatt bekövetkező balesetekre. Rendőrök és polgárőrök vigyáznak mától Sóstón a pihenni érkezők biztonságára. Számukra a fürdőhely központjában egy külön faházat alakítottak ki, amiben a Turist Police is szolgálatot teljesít majd. A rendőrök és polgárőrök fokozott jelenléte időszakos a turista szezonban. A faházban augusztus végéig nyújtanak segítséget a turistáknak. A zene volt a főszerepben szombaton Újfehértón, ahol kórusok, szólisták és hangszeres előadók mutatták meg tehetségüket. 54. alkalommal tartottak májusi hangversenyt a város zeneiskolájában. Az Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Erkel Ferenc tagintézményében az 1950-es évektől tanítják emelt óra számban az éneket, emellett különböző hangszereken is tanulhatnak a gyerekek. Az intézmény kórusai számos elismerő díjat szereztek az országos versenyeken, de megmutatták már tehetségüket a határon túl is. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták május 14-én hétfőn. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap csapadékos, hűvös időre kell számítani. Térségünk időjárását magassági hideg légörvény alakítja. Változó nedvesség tartalmú, hűvösebb levegő áramlik fölénk. Az éjjeli órákban már erősen felhős lesz az ég, hajnalra megvastagszik a felhőzet. Esőre, záporra reggeli óráktól lehet számítani. A keleti szél helyenként kissé megélénkül. Reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben sok lesz a felhő, de délután átmenetileg felszakadozhat a felhőzet és kisüthet a nap. A nagyobb mennyiségű csapadék a nap első felében várható, de délután is lehetnek még záporok, zivatarok. A keleti, délkeleti szél megélénkül, zivatar térségében viharossá is fokozódhat. Délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hidegfronti hatás van térségünkben. A nap UVV sugárzásának erőssége 11 és 15 óra között is mérsékelt marad. A következő napokban is változékony időre van kilátás. A fátyol, illetve gomoly felhők mellett több, kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szerdán még sokfelé csütörtöktől kevesebb helyen valószínű eső, zápor, néhol zivatar. A hétvégétől kissé már erősödik a nappali felmelegedés.